Atyának, Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon le ezekre az eledelekre, és maradjon is rajtuk mindenkor. Ételekkel teli kosarakat szentelt meg a helyi plébános szombaton a kismányoki székelyház udvarán. A húsvéti ételszentelést több száz éven keresztül a magyar, a német és a székely lakta települések is minden húsvétkor megtartották. A kismányoki ételszentelésre idén 20 településről érkeztek vendégek. A bukovinai székelyek körében ez a népszokás régen az év egyik kiemelt eseményének számított. A népszokások egyébként régen is és ma is kicsit az egyházi ünnepek köré is rendeződtek. Így van ez a húsvéti népszokások esetében is. Húsvét hajnalban, a hajnali mise után volt annak idején az ételszentelés, és a megszentelt ételekből fogyasztott először a család húsvét reggel. Szekszárdon vasárnap a Szent István házban húsvéti evangelizációs napot tartottak. A kibővített istentiszteleten a szekszárdi, a faddi, a bogyiszlói és a decsi baptista gyülekezetek tagjai és városi környékbeli vendégek vettek részt, hogy közösen ünnepeljék a húsvéti örömhírt. Épp eléggé beborultnak kezd lenni az egész életünk, a világunk. Egyre nagyobb a sötétség, gond, baj, terheltség, fáradtság, veszedelem, félelem gyötri az embereket. Ez a fő üzenet ma, hogy átállni a vesztes oldaláról a győztes oldalára. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, aki tulajdon fiát sem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Áldotta te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Tolnán néhány éve rendeztek először Emmaus járást. A húsvét hétfői szokás azt a bibliai történetet eleveníti meg, amikor a feltámadt Jézus megjelenik az Emmaus felé tartó tanítványainak. A tanítványok először nem ismerik őt föl, elbeszélgetnek vele, majd Emmausba érve vacsorára hívják, ahol felnyílik a szemük, és rádöbbennek, hogy Jézus végig velük volt. Bátaszéken húsvét hétfőn, két éves szünet után elevenítették fel újra a lányok meglocsolásának hagyományát a helyi felvidéki néptánc egyesület tagjai. A felvidéki népviseletben vagyunk, tehát azért belevittük a rendezvénybe a felvidéki vonulatot, de maga a locsolás, illetve ugye a zenekar sem kimondottan felvidéki muzsikát szolgáltat. Itt most a jókedv, a hangulat és a locsolásnak az élménye az, ami elsődleges szempont. A lányok meglocsolása egyébként még mindig több településen élő hagyomány. Van, ahol ilyenkor lovaskocsikon járják végig a lányos házakat a településen élő férfiak.